Köszöntöm Önöket, ez a 35 perc a Kölcsey Televízió közéleti műsora. A korábbi évek gyakorlatának megfelelően a területvédelmi szervek idén is közösen járták be a vízügy védműveinek egy szakaszát. Az őszi szemle kiemelt eseményen elhangzott, a Felső-Tisza jobban ki van téve a vízkároknak a lentebbi szakaszoknál. A töltések megfelelő állapotban vannak a Vásárosnaményi szakaszon, idén többször is bizonyított a védműrendszer. 8 árhullámmal, 2 belvízzel és asszállyal is szembe kellett nézniük a szakembereknek. Két esetben pedig vízműkészültségre is szükség volt. Elmondható erről a bő egy évről, hogy volt 5 árvízi készültséget is eredményező olyan vízszint emelkedés, amiből árvízvédekezésre került sor. Ez első és másodfokú árvizeket jelentett, egy esetben a Tiszán meg is közelítette a harmadfokú árvízszintet. Egészen, tehát ez a 5 árhullám egy bő 2 hónapon belül következett be, tehát annyiban szerencsénk volt, és az itt élőknek is szerencséje volt, hogy mindegyik árhullám között azért eltelt annyi idő, hogy le tudott ürülni a meder, és viszonylag üresebb mederre érkezett a következő árhullám, mert hogyha ezek egymásra halmozódtak, egymásra futottak volna, akkor abból magasabb szintű árvízi készültség is kialakulhatott volna. Az árvizek mellett volt 2 belvízi időszakunk, az egyik téli-tavaszi időszakban egy közel fél éves időtartamon keresztül 3 térségben volt szükség arra, hogy védekezést kelljen végrehajtani. Ez a Felső-Szabolcsot érintette, itt a Bereget érintette, és az Ecsedi láb térségét érintette ez a belvízi készültség. Itt egy minimális belvízi szivattyúzást kellett végrehajtani, és lehetőség szerint vízkormányzásokat hajtottunk végre. Szivattyúzni csak azon esetekben kellett, amikor beltöreltet veszélyeztetett a belvíz, tehát mindenféleképpen az emberi élet és a vagyon megóvása érdekében kellett csak minimális szivattyúzást végrehajtani. Ezen kívül a vizet igazából csak a mélyfekvési területek irányába próbáltuk kormányozni, és itt hagyni a területen. Még volt aszálykészültség, már említettem, hogy a Felső-Szabolcsban volt belvíz, de bizony a nyár végére ott kialakult aszályhelyzet, rendkívüli aszálykészültséget kellett ezzel szembenézni. Másodfokú aszályvédelmi készültség volt elrendelve, és be is kellett avatkozni, hiszen a Tiszából kellett vizet beemelni a rétközítőbe, és onnan tudtuk a teljes rétköz irányába a belfő csatornán keresztül leadagolni. És volt még sajnos vízminőségi káreseményünk is, 2 esetben volt, kellett rendelni készültséget, és abból az egyik eset sajnos külföldi szennyezés érkezett a Kraszna folyón hívtárgya formájában ide Magyarország területére. Mindezek után pedig elkezdődött a több hónapos védműfelülvizsgálat. A nyári időszakban már 200 kilométeren, a Szamoson és a Tiszán ellenőrizték a folyószabályozási műveket, ebből csak az ukrán határszakasz maradt ki. Szeptemberben a szakfelülvizsgálatok következtek, és a határvízi szemle is elkezdődött román területen. Október közepén pedig elérkeztek a folyamat kiemelt eseményéhez, amikor a különböző hatósági szervek közösen tekintették meg a védműveket. Ez egy szakaszmérnöki beszámolóval kezdődött, amelyen elhangzott, 8 feladatot határoztak meg idénre, ebből 6 teljesült, 2 pedig még folyamatban van. A személyi problémák is jelentkeztek, hiszen az elváncolás is jellemző nálunk, és csökkentek a létszámaink ebben az évben, amelyet nem tudtunk, de ennek ellenére mégis sikerült szinten tartani a kaszáltsági állapotokat a területen. Ennek egy részében gépi kaszálásokat végzünk, hiszen ez a jövő. Tehát látszik azt, hogy a közfoglalkoztatás visszaszorulásával a gépfenntartás hangsúlyosabban fog szerepelni. Minimálisan 2%-kal sikerült a gépfenntartás arányát növelni a csatornák fenntartása kérdéskörében, és a másik lépés pedig a vegyszerezés kérdése. Viszonylag kevés területet tudtunk ebben az évben vegyszerezni, annak ellenére, hogy az igazgatóságban a vegyszerezés itt indult el, tehát itt vetettük el a magunkat e vonatkozásban, de az előbb említett időbeni kérdések miatt nem sikerült azt a mennyiséget levegyszerezni, amit szerettünk volna, hiszen a vegyszer kiutatásnak megvan az optimális időszaka, amikor azt ki lehet juttatni, és a megfelelő időjárási körülmények is. Aszályos kárikulai időszakban ez nem igazán volt eredményes, tehát ebben egy kicsit elmaradásunk van. A iszapolások, meder
kotrások azok, amelyek a nagy feladatot jelentik, de itt utalás történt arra, hogy az elmúlt időszakban jelentős projektek valósultak meg, tehát 2015-től kezdődően itt folyamatosan csatornarekonstrukció bővítések, új létesmények építése történt, így ilyen jellegű feladat nem vált szükségessé az elmúlt időszakban. Nagyon kis szakaszon kézi szakmanást végeztek el a kollégáink a vízpótló csatornának a egy bizonyos szakaszán, de ez minimális volt. Medelburkolatok. 11 kilométert meghaladó medelburkolatunk van, amelyről azt tudom mondani, hogy jellemzően mértékadó szinten problémamentesen le tudják vinni a vízeket, és ez a fontos, a mértékadó szinten való vízlevezető képesség. És el tudom azt mondani, hogy a Beregben relatív, magas, nagy fenékesési csatornáink vannak, tehát ezért is tudja teljesíteni így a burkolt szakaszoknak a visszállító képessége a levezetést. Geodéziai felmérés az, amikor rögzítjük az állapotokat. Az elmúlt 5 évben 10%-nyi csatorna hosszon tudtunk geodéziai állapotrögzítést elvégezni, és ebben az évben ebben nem tudtunk teljesíteni. Ugyanis az egyik műszaki kollégánk épp a tavasz során köszönte meg, hogy vált el tőlünk, hogy így fogalmazza, és ő volt az, aki a geodéziai munkákat végezte, őket nem tudtuk pótolni. Igyekszünk majd valamilyen módon ezt megoldani, ezt a kérdéskört. Bízunk benne, hogy majd egy később időszakban tudunk szakembereket felvenni. Összességében a felkészülés, hiszen miért végezzük, milyen a teljesítőképesség a csatornáinknak. Elmondhatjuk azt, hogy 52%-os az összefoglaló visszaállítóképesség, teljesítőképesség a csatornáinknak, és ezekben is a három kategória, amit felsoroltam, egy rangsorolás történik. Hiszen ha nem tudunk mindent tökéletesen megcsinálni, akkor nyilván rangsorolni kell, és a legfontosabbtól a legkevésbé fontosig kell elmenni. Tehát elmondhatjuk azt, hogy a legfontosabbak a belterületi értékek mentése, a belterületi vízmentesítésnek a biztosítása, tehát a főbefogadók, az onnan levezető csatornák azok rendben vannak, és a kevésbé értékes területek, tehát mezőgazdasági területeken van elmaradásunk, elvonatkozásban is. Tehát a tavalyi szintet meg tudtuk egyébként őrizni ebben a vonatkozásban. Nagyon fontos a visszaállító képesség és a csatornameder állapot mellett az azon lévő műtárgyaknak az állapota. Ezek a fejlesztések és ezek a vízkormányzás, ezek a funkciók, amelyeket ki kell, hogy szolgáljon a rendszer, nagyon magas számú műtárgyakat, zsilipeket, vízkormányzó műtárgyakat jelentenek. Egész konkrétan 119 darab olyan műtárgy van, amely a belvízrendszerben található, de az összetettsége miatt ezt még meg kell növelni 25-27 műtárgyal, hiszen a árvízi töltésekben lévő műtárgyak is ilyen jellegű feladatot látnak el. Jellemzően jó állapotúak. Az elmúlt évben egy műtárgy teljes újjáépítése megtörtént a Fejércsei csatorna torkolati műtárgya, de mindig vannak olyan tennivalók, amelyek váratlanul jönnek, ilyen a T39-es fenéklépcsőnk, amely megrongálódott, annak az újjáépítése szükséges. A helyreállítási tervet elkészítettük, a forrást keresünk a helyreállításra. Ahhoz, hogy nyomon kövessük, hogy a vizek hogyan vonulnak le, ismerjünk el azok szintjét. Ezt a vízmércékkel szoktuk megállapítani, 70 vízmérce van a területen. Jellemzően ezek állapota is jó. Néhány kettőknek a javítása vált szükségessé, amit az év során el is végeztek a kollégák. Nagyon fontos rendszerelem a szivattyú telep kérdésköre. A Bereg abban a helyzetben van, hogy amikor a Tisza járhullám nincs, alacsony a Tisza vízszintje, akkor gravitációsan is visszarejthető a rendszer, és abban a helyzetben van, ha magas a Tisza vízszintje és igény van bent a területen, akkor azon keresztül vizet lehet visszavezetni. Itt a Berejben egy olyan szivattyútelep van, amely mindkét célnak meg tud felelni, hiszen a szivattyútelepben van beépítve az a zsilip, amely gravitációsan vissza tudja hozni a vizet a rendszerbe, és nyilván a szivattyútelep az, ami a fölös vizet ki tudja vinni a védekezési időszakába. Igazgató utalt rá, hogy volt készültség ellenőr több alkalommal tavalyi decemberében és ez év elején is. A szivattyútelep üzemelt. Mind a két gépegysége, itt 7 köbméter per szekundumos teljesítmény szivattyútelepről beszélünk. Mindkét gépegység üzemel, tehát vizes próbája megtörtént, rendben volt. A zsilipeknél felújítások történtek, fűthetővé van téve a zsilipkapunak a toxszerkezete, hogy jeges időszakban is lehessen ezeket üzemeltetni, és azt tudom erről elmondani, hogy rendben van a szivattyú telep. Magas építmények, hiszen szintén volt reutalás, hogy a mai napon meg fogunk ilyet nézni. Igen, van a területen egy szivattyú telepünk, amelynek van magas építménye, és van egy olyan raktárbázisunk, amely szintén ezek a projekteknek keretében épült, és itt
Gyakorlatilag minden szakterületnek az anyagai megtalálhatóak, hiszen a mobil szivattyútól kezdve a vízminőségi merülőfalakon át, a távozó üzemeléshez kapcsoló elzáró elemekig, mobil gátelemekig minden megtalálható, és természetesen gépbázis, gépjavító bázis is található. Ezt fogjuk a mai napon megnézni, ezek állapota rendben van, jónak tekinthető. Őrházaink nincsenek. Minden őrünk, minden négy saját őrházból, vagy saját lakásból látja ezt a feladatát, és a gépészünk is hasonló körülmények között lakik. A védelmi központ pedig a felügyelőség központja, tehát az rendben van. Távozók. A lónyai fiók távozót lehet ide sorolni, hiszen a bereg elrapasztó távozó egy összetett rendszer. Beszéltünk, hogy állíscsúcsokkentő, vízpótló, adott esetben bevízlevezető rendszer is van, és ennek egyik eleme a lónyai fiók távozó, amelyet inkább ide sorolunk. Itt is elvégeztük a szükséges karbantartási, fenntartási munkáinkat. 20 önkormányzat található a beregi övezet területén, mind a 20-nak megvan a védelmi terve, rendben van. A katasztrófavédelmi igazgatóság munkatársaival a tavasz során ezeknek az ellenőrzése megtörtént. Nézzük az ő kezelésükben lévő létesítményeket is. A társadalmi műveken gyakorlatilag semmilyen munkavégzés nem történt ebben az évben. Tehát ezzel arányos felkészültségről beszélhetünk, és el kell mondani, hogy 33 darab csatorna tartozik még mindig az ő kezelésükben. Ez 66 kilométernyi hosszt jelenthet. Jelent egyébként. A felhőszaporodtság itt sem mond, mert 25 cm-es felhőszaporodtságról beszélünk, tehát az esések ugyanúgy élményesek, mint a mi esetünkben. Tehát le tudják vezetni, a benőtség már mondott, jelenthet, tehát egy védekezés esetén itt lehet, hogy hangsúlyos beavatkozásokra kell számolni. Önkormányzatok esetében a belterületi csatornák teljesen rendben vannak, hiszen az ott folyó programok keretében elvégezték a felkészítésüket. A kivezető szakaszok majd figyelmet igényelnek, kicsit nagyobb figyelmet igényelnek egy védekezés esetében. Bevízvédekezési tapasztalatok. Többször volt másodfokú készültség elrendelve a területen, amikor a tiszta járulám és a bevízlevonása egy időben történt, és a mértékadót jelentősen meghaladó vízszintek miatt üzemeltetni kellett a szivattyú telepeket. Utaltam rá, hogy jól működtek telepeink, vagy telepünk, telepen lévő gépegységek. A szájkár elhajtási tevékenység utalt rá igazgatóra bevezetésben a területen. Ez is történt, hiszen ez év februárjában egy kettőnapos vízbevezetés történt az árvulámból. Félmillió köbméternyi víz került bevezetésre a rendszerben. A terepszemle során több ponton, Vásárosnaménynál, Barabáson és Csarodán is megálltak, hogy a helyi szakaszmérnökök megtartsák a beszámolójukat, megosszák tapasztalataikat és felhívják a figyelmet a problémákra. Ezek közül az egyik, ami több ponton is elhangzott, a szakképzett munkaerő hiánya volt. Bár korábban sosem látott gépesítés történt az elmúlt időszakban, ezek kezeléséhez is emberre van szükség. Azt látom, hogy nagyon jól működött a vízügyi igazgatóságnál az, hogy a közfoglalkoztatásból azokat a munkatársaikat, akik magas színvonalon végezték a munkájukat, őket átemelték, és több olyan csatornaőrrel, gátőrrel is találkoztunk a mai nap folyamán, akik valamikor közfoglalkoztatottként kezdték el a munkát, és azután váltak állandó munkatársá. Úgyhogy azt gondolom, hogy nyilvánvalóan a nagyobb szükség lenne, meg ahogy elmondták itt valóban, közfoglalkoztatottakra elsősorban, viszont a munkaerőpiaci helyzet olyan mértékben javult az elmúlt időszakban, hogy ez nekik valóban nehézséget okoz, hogy megtalálják azokat az embereket, akik ezekben a munkákat be tudnak segíteni. Ennek ellenére azt gondolom, hogy olyan szinten van az a feladat ellátása, ami magas színvonalú, tehát mindenki mindent megtesz azért, hogy legyen. Ez nem olyan mértékű ez a munkaerőigény, ami felmerült itt, ami veszélyeztetné az itteniek biztonságát. A munkaerő hiány mérséklésén túl számos egyéb feladata és terve van a Feti Víziknek a következő évekre. Kellene a vízszétosztó rendszert, tehát a bereg területén belül a vízszétosztó rendszert tovább finomítani, hiszen látjuk azt, hogy a földtulajdonosok, akár a gazdálkodók, akár a mezőgazdasági gazdálkodók, vagy erdőtulajdonosok milyen igényeket támasztanak a víz irányába, hova kell őket kormányozni, a vizeket eljuttatni. Tehát ehhez kell még a rendszert egy kicsit finomra hangolni. Szeretnénk a víz bevezetés tekintetében függetlenedni az árhullámoktól, tehát lehetőséget kell arra biztosítani, hogy állandó vízpótlásra legyen lehetőség szivattyúk segítségével.
olyan szivattyúkkal, amelyeknek a energia felhasználását napelemek fogják biztosítani. Két területet lehet megemlíteni, Tivadarba és Tarpa külterületén tudunk a Tisza mentén kialakítani két szivattyús vízpótlást. Valamint gondolkoztunk azon is, hogy ne csak szivattyúval, hanem gravitációs úton is lehessen megvalósítani a vízpótlást. Ezt viszont csak Ukrajna irányából tudjuk megtenni. Tehát a Borzsa folyó vízkészletéből a Verke folyón és a Szipa főcsatornán keresztül tudna eljutni víz ide a Berek területére, a felső része, a keleti része, és onnan a Szipa főcsatornán keresztül tud végig a Kátészaszalkáig lefolyni, és a különböző csatornahálózatokon, meglévő csatornahálózaton pedig tovább tudjuk osztani a Bereknek szinte a teljes területére ezt a vizet. Ezek a fejlesztések még most csak gondolati szinten vannak, vagy már elindult a konkrét megvalósítás? Hát vannak olyan fejlesztések, amelyeknek már a teljes előkészítése is lezajlódott, tehát rendelkezünk akár tervekkel is. Ilyen például, amit említette, az Ukrajna irányából történő vízpótlásnak a lehetőségét, egészen vízögi létesítési engedély is rendelkezésre áll, tehát már csak forrás hiányzik ahhoz, hogy ezt meg is tudjuk valósítani. De vannak olyan fejlesztések, amelyek éppen tervezési szakaszban vannak, tehát már a gondolattól több. És van olyan is, ezek például a vízpótlások, a szivattyús vízpótlások, és vannak olyanok, amelyeknek az elképzelése még fejben található, de már tudjuk illeszteni a meglévő rendszerhez, tehát törekszünk arra, hogy minél hamarabb lehessen ezeket papírra is megtenni. Határon innen és túlról egyaránt érkeztek vendégek Mária Pucsra, ahol politikusokkal és olimpikonokkal együtt szerveztek kerekasztal beszélgetéseket fiatalok számára. A kétnapos rendezvény célja a keresztény értékek, a keresztény politizálás jövőjének megvitatása volt. Egy nehéz időszakban a mostani fiataloknak egy bizonytalan nemzetközi és sok esetben kihívásokkal teli hazai környezetben kell utat mutatnunk. Ezt mondta Kis András a Mária Pucsi Családvárban rendezett kétnapos eseményen, amelyen a közéleti és politikai szereplők mellett olimpiai helyezett sportolók is beszéltek a keresztény élet értékeiről. A rendezvényt az Ifjúsági Keresztény Demokrata Szövetség, a Hieroteusz Egyesület, valamint az UNG Tisza Szamos Túr határmenti turisztikai és természetvédelmi egyesület közösen szervezte. Mi egy keresztény választ, egy keresztény utat kívánunk, egy olyan utat, aminek a középpontjában Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye fejlesztése, a szülőföldön való boldogulás és megmaradás áll. Mi azok a fiatalok vagyunk, akik itt vagyunk a fiatalok között. Nem mentünk el máshova, nem mentünk el ha el is mentünk nagyvárosba tanulni, visszajöttünk, és itt képzelünk jövőt. Itt maradunk, velük vagyunk, és velük együtt és a megye jelenlegi vezetésével, a régió jelenlegi vezetésével, a polgármesterekkel, a civil szervezeti vezetőkkel közösen képzeljük a jövőt. Az Ifjúsági Keresztény Demokrata Szövetségre azért vagyok büszke, mint ifjúsági szervezete, mert az a szervezet Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében, amely a fiatalok valós problémájára valós válaszokat ad. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye egy sok identitású vármegye. Szatmár-Bereg, Ung, Ugocsa és Szabolcs örökségét is hordozzuk. Ebből adódóan egy olyan régióban gondolkozunk, ahol közel van Debrecen, ezért is hívtuk meg Debrecen polgármesterét, de közel van Szatmár-Németi, vagy Ungvár, vagy épp Kassa. És velük együtt, a határon túli magyarokkal együtt gondolkozunk. Számunkra fontos a nemzeti összetartozás. Mi egy a magyar nemzet sorstragédiájából a jövő generáció előnyét kovácsoljuk. Én egy olyan faluból jövök, ami 15 kilométerre van Szatmár-Németitől és 100 kilométerre Nyíregyházától. Nekünk a határon átívelő összetartozás az rögvalóság. Az egy olyan valóság, ami a jövő. A gazdaság, a kultúra, az emberi kapcsolatok vagy a színházba járás területén egy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei fiatalnak akkor lesz otthonos, jó a jövője, ha el tud menni Szatmár-Németibe, Magyar Színházba, hogyha meg tudja élni azokat a kapcsolatokat, amit a határmentiség jelent. És az Ifjúsági Keresztény Demokrata Szövetség ezt komolyan gondolja. Mi úgy gondoljuk, hogy a határon túli fiatalokkal, mint egy közössége, mint egy nyelvet beszélő fiatalokkal együtt gondolkodunk. A határon innen és túlról érkezett meghívott vendégek között volt Nagy Zoltán is Nyírkátáról, aki a görögkatolikus egyházmegyénél dolgozik, cigánypasztorális megbízottként. Próbáljuk szüléstől teljesen a felnőtt korig végigkísérni
főleg a hátrányos helyzetű gyerekeket, itt beszélünk a cigány gyerekekről is, nem csak a magyarokról. Bár Nyírkát a 3H-s település, így azért mondom, hogy kompletten így beletartozik mindenki, akit el tudunk érni hátrányos helyzetű embereket, azoknak próbálunk segíteni. És mivel mi görög-katolikus közösség vagyunk Nyírkátán, így nagyon fontos nekünk az, hogy a görög-katolikus keresztény hitnek a megtartása és annak az értékrendje által tudjuk ezt a felzárkózást, ezt a segítségnyújtást kivitelezni a hétköznapokban. Az első kerekasztal beszélgetés résztvevője Pap László, Debrecen polgármestere, valamint Nagy Varga Zsófia, a Kulturális és Innovációs Minisztérium helyettes államtitkára volt. Pap László azt mondta, Debrecenben különösen jó a viszony a történelmi egyházak és az önkormányzat között, a városban a diákok egynegyede egyházi fenntartású intézményben tanul. Nagy Varga Zsófia hangsúlyozta, a fiatalok számára ma különösen fontos az értékközösségek megtartó ereje. Nagyon fontos, hogy a fiatalok már egész korán megtanulják azt, hogy milyen az érdeküket képviselni. Erre egyébként nagyon jó gyakorlatok vannak Magyarországon, ha például a diák önkormányzatoknak a működésére gondolunk, és egészen az egyetem még elkíséri őket ez az érdekképviseleti fórum, vagy a különböző érdekképviseleti fórumok, hiszen akkor, hogyha majd felnőttek lesznek, akkor sokkal könnyebben tudnak aztán tényleg már élesben érdekeket, ügyeket képviselni. Egyáltalán nem mindegy, hogy milyenek a mai fiatalok, hiszen a jövő társadalmát ők írják, úgyhogy ez akár önös érdekünk is, hogy milyen társadalmat hagyunk a gyermekeinkre és szunokáinkra. Közéleti kérdések és a politika az két külön fogalom, és jellemzően a közéleti kérdések érdeklik jobban. Nagyon érdekes, hogy a kutatások azt mutatják, hogy amiben például szívesen önkénteskednek, abban szívesen vállalnak bármilyen szerepet és szerveződnek. Jellemzően egyébként az általában például környezetvédelmi kérdések szoktak lenni, vagy akár a fenntarthatóságnak a kérdése. A politika az kicsit, a pártpolitikai kérdések azok egy picit távol állnak tőlük, de hogyha megtanulják az érdekeket ügyek mentén képviselni, akkor egyébként az is elérkezhet, hogy talán egyszer majd a közügyekkel is foglalkoznak. A helyettes államtitkár hangsúlyozta, hogy a kormány számos intézkedéssel segíti a fiatalokat. Nem olyan régen jelentette be a kormány azt, hogy a jogosítványszerzés az ingyenes lesz majd az utolsó évfolyamon, nagyon a középfokú köznevelési intézményekben az utolsó évfolyamon. Egyelőre ennek a gyakorlati képzését tudja biztosítani a kormány. Ez azt jelenti, hogy a KRESZ és az egészségügyi tanfolyam, illetve a vizsga válik ingyenessé, és a későbbiekben majd a gyakorlati oktatás is. Ez egy hatalmas előrelépés. Egyébként az országbérlet bevezetése után, ami szintén a mobilitást támogatja a fiatalok esetében. De hogyha például mondjuk a munkaerőpiacra lépést nézzük, 2022 óta lehet élni a személyi jövedelemadómentes 25 év alatt, ami egyébként nem csak segítette a fiatalokat a munkaerőpiacra lépésben, hanem vonzóvá tette a munkaerőpiac számára is azt, hogy a fiatalokat hívja be a munkaerőpiacra. A nyelvvizsgatámogatást is lehet említeni, illetve számos tehetséggondozó program, ösztöndíj, a felsőoktatásban is számos lehetőség van. Nehéz lenne felsorolni, de talán ezek azok a célzott intézkedések, amelyek kifejezetten az ifjúságot érintik. Túl vagyunk egy járványon, szomszédos ország háborúdul, eléggé zűrzavaros időszakot élünk, és a fiatalokat ez eléggé megtépázzal, szokták mondani, egy érzelmi hullámvasúton ülnek, és ilyenkor van igazán szükség fogóckodókra, arra, hogy a gyökerekhez tudjanak nyúlni és tartozni, és ezt ők maguk is megfogalmazzák a legtöbbször, amikor találkozunk fiatalokkal, és egyébként az ifjúságkutatások is ezt mutatják, azt szokták mondani magukról, hogy magányosak, tehát hiányoznak nekik a közösségek, úgyhogy mit is tud tenni a kormány, a közösségeket kell támogatni, és erre nagyon sok jó gyakorlat van. Nyilván ezt nem felülről kell megmondani, hogy mit csináljanak, hanem az adott helyi közösségekre kell bízni, hogy milyen közösségi programokat szerveznek. Összesen 10 ország városainak részvételével olyan Európai Uniós finanszírozású pályázat kezdődött idén, amelynek célja a nemzetközi tapasztalatcsere a turizmust érintő szakpolitikai kérdésekben. A 10 ország városainak vezetői a több mint 4 éves projekt ideje alatt látogatást tesznek egymás országaiban, és arra keresnek válaszokat, hogyan valósítható meg az ENSZ fenntarthatósági céljainak megfelelő fejlődés az egyes városokban, illetve turisztikai régiókban. Sajtótájékoztató a polgármesteri hivatal Krúdi termében Nyíregyházán. Kovács Ferenc polgármester azt mondta, 2 sikert jelent a város számára, hogy más országok városaival közösen részt vehet egy olyan EU-s projektben, amelynek célja a zöld szempontú turizmusfejlesztés. Ez a pályázati nyertesség 2 siker. Egyrészt a témája turizmus, ráadásul a fenntarthatóság, ami az utóbbi években több szempontból többként
többféleképpen előkerült és felértékelődött, a másik pedig az, hogy közvetlen brüsszeli pályázatot nyert Nyíregyháza egy konzorcium tagjaként. Itt fontos az, hogy olyan országok, olyan partnerek vannak, akikről azt gondolom sokat tanulhatunk egyrészt. Másrészt, de már ők is tanulhatnak talán tőlünk, és a kapcsolatépítésben is sokat jelenthet. És hát mind a két terület olyan, amit mi 10 éve kezdtük, a turizmus fejlesztését és a közvetlen nemzetközi pályázatokon való részvételt, és itt ez kettős eredményt jelent, én azt gondolom. Nagyon hosszú, 51 hónapos a pályázat, a projekt megvalósítása. Azt gondolom, hogy ez sok minden előnnyel jár majd itt számunkra, és sok minden lehetőséget is megnyit. Az idén áprilisban indult és több mint 4 éven át tartó projekt középpontjában az ENSZ zöld irányelveinek megfelelő, fenntartható turizmus szerepel. A lehetőségünk nyílik arra, hogy ellátogassunk másik 7 országba, és ott megismerkedjünk az ottani jó példákkal, jó gyakorlatokkal. Olyan országok, amelyektől azt reméljük, hogy ott találkozunk majd olyan példákkal, és meg tudunk szerezni olyan tudástapasztalatot, amelyekkel mi itt még nem rendelkezünk. És hazatérve szeretnénk ezeket a jó gyakorlatokat megosztani a partnereinkkel. Ugye mi partneri körünk a Nyírség Turizmusáért Egyesületen keresztül 50 térségbeli turisztikai szolgáltató, turisztikai attrakciók, szálláshelyek, sőt azok az oktatási intézmények, amelyeknek a diákjai majd lendő munkavállalók lesznek itt a turizmusban. És itt a Nyírség Turizmusáért Egyesületen belül, tehát nem csak Nyíregyháza, hanem számos más önkormányzat, Nyírbátor, Mária, Pócs, Levelek, és még sorolhatnánk itt a Nyírség térségbeli településeit is tagjai ugye ennek a szervezetnek. Tehát azt reméljük, hogy ők majd konkrétan át tudják ültetni a gyakorlatot, ezeket a jó tapasztalatokat, és ezáltal itt a térségben, a fenntartható turizmus területén is tovább tudunk majd fejlődni, tovább tudunk lépni. A projektben résztvevő szakemberek arra a kérdésre keresik a szakpolitikai válaszokat, hogyan lehetséges a vendégéjszakákat úgy növelni, hogy közben csökkentsék a tömegturizmus okozta ökológiai lábnyomokat. Erről már Komádi Mónika beszélt a projekt bemutatása kapcsán, aki azt mondta, Nyíregyháza vonza a legtöbb turistát Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében. A Megakom Stratégiai Tanácsadó Iroda 1997-ben jött létre, kifejezetten városfejlesztéssel foglalkozunk, és Nyíregyházával, hát megmondom őszintén, nekem az első projektem 2007-ben volt, akkor integrált városfejlesztési stratégiát készítettünk együtt, és alapvetően a város fejlesztési programjainak az előkészítésében és megvalósításában veszünk részt. Nagyon sok nemzetközi projektben is együttműködünk, ahova sikerül bevinnünk Nyíregyházát nemzetközi partnerként, magyar partnerként, és utána segítünk a megvalósításban. Ilyen ez a mostani Tourism for SDG projekt is. Ez egy nagyon érdekes turisztikai régió szerintem, mert Tokajnak egészen más is térségének, egészen más adottságai vannak, mint Nyíregyházának. Itt egyértelműen a sóstó és az ott megtalálható élményelemek vonzák a turistákat. Kifejezetten az állatpark az, ami európai szinten is az egyik legnépszerűbb állatkert, és nekem meggyőződésem, hogy mire véget ér ez a projekt, addigra a Nyíregyháza nem csak az állatparkról és egyéb élményeiről lesz híres, hanem arról is, hogy Európa zöld turisztikai fővárosává válhat. Az eseményen a vármegyei turisztikai szolgáltatók, a helyi látványosságok vezetői, alkalmazottai vettek részt, akik mellett a szervezők a Nyíregyházi Egyetem és a szakképzési centrumok, valamint civil szervezetek vezetőit is megkeresték. Alapvetően egy ilyen nemzetközi projektnél nagyon fontos, hogy amiket megtanulunk a külföldi partnereinktől jó gyakorlatokat, azokat beépítsük az itteni szervezetek működésébe. Alapvetően turisztikai szolgáltatók, a helyi látványosságok, vonzerők, vezetői, alkalmazottai vesznek részt, illetve nagyon fontos, hogy építsünk a helyi tudásbázisra, a Nyíregyházi Egyetemre, a Nyíregyházi Szakképzési Centrumra, és természetesen a helyi lakosságot is próbáljuk bevonni, ezért civil szervezeteket is megkerestünk. Alapvetően azt látjuk, hogy a Covid az nagyon megtörte a belföldi utazási kedvet is, és most egyértelműen fellendülőben van. Nyíregyháza a legfontosabb célpont.
az egész Vármegye területén, és a környékbeli települések, városok, illetve a Vármegye többi települése az inkább csak kiegészítő szolgáltatásként, kiegészítő mondszerűként jelenik meg, de az nagyon fontos, hogy egy közös régióként promotáljuk a Vármegyét. A több mint 2 millió euró összköltségű nemzetközi szakmai tapasztalatcserében Magyarország mellett Lengyelország, Spanyolország, Hollandia, Franciaország, Lettország, Észtország, Szerbia és Albánia, valamint az ötletgazda Portugália vesz részt. Kedves nézőink, ma ennyi fért 35 perc című műsorunkba. Legközelebb szerdán találkozhatnak ugyanezzel a műsorral. Tartsanak velünk akkor is, viszontlátásra!